Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a múzeum éjszakájának, programjának keretében. Tuba Színház egyik fellépője vagyok, Szente Veres Adriennek hívnak, röviden Adrinak. Ki az, aki látott már női stand-upost? Akár élőben is. Ki az, aki látott már nőt? Na, ez picit jó parány. Nekem van egy 3 esztendős kisfiam, Benedeknek hívják, de egy picit visszatekerném az időkerekét, és elmesélném kisfiamnak a születését. Hát anyás szülés volt, garantálta jelen voltam, most ott volt a férjem is, aki kiment és elaludt a kocsiba, majd megjött a végkifejletre. A gyerek az 4800 grammal született természetes úton. Nem tudom, szült-e valaki gyereket 4 kiló fölött? Valamit, ami nem gyerek lett? Hát az új ember itt nagyon hangosan bólogatott, ezért gondoltam. Majd megbeszéljük, hogy mi volt az végén, jó? Na most a gyereknek megtette a hatását, így megszorult a szülőcsatornában, és egy ilyen vákumfogot használtak, egy ilyen WC-pumpára hasonlító vákumfogóval, így kicuppantották a gyereket. Olyan gótikus feje volt, hogy a Mátyás templom sírva könyörgött a receptér. És hát mi volt férjem első kérdés, amikor meglátta a gyereket? Jézus Isten, hogy fogunk el a gyerekre sapkát kapni? Egyébként miért érdemes gyereket szülni, aki esetleg tervezi? Egyébként a kisgyerek egy ilyen házi stand-up forrása, tehát minden nap van mind nevetni egy gyerekkel, valamelyik nap hajat mostam, és arra lettem figyelmes, hogy a férjem és a gyerekem veszekednek a nappaliba egy hangos szivakodásra. Fölraktam egy ilyen török között turbán, föltűztem, majd megyek le, fejezzétek ma abba a cirkuszt. Megyek fel a lépcsőn, megszól a gyerek, apa, ez meg ki volt? Meg ő 30 évig nem tudta földolgozni, hogy született egy húga, és úgy kompenzált, hogy egy német férfihez ment hozzá, akit Rainer Hugnak hívna. Így most már most köszönöm be a telefonba, hogy hello Hug, mondom, jó, legalább ennyi örömmel, hagyd legyen szegénykémnek. És hát mi együtt laktunk meglepő módon szüleimmel, egy olyan lakásból hatalmas belmagasság volt. És anyukám nem egyszer óvva intett, hogy kislányom nevetkőz, ne öltöz csillárfénynél, mert belátnak a szembe lévő házban lakók. Persze én fittyethánytam az anyai intelmekre, vetkőztem, öltöztem. Szép napon összefutottunk valakivel, természetesen a szembe lévő házból. Pasi köszönés helyett végigmért, te melyik vagy? A nagyobbik mellől a kisebbik szobából. Úgyhogy tényleg vannak ilyen pervers kukkolók, vigyázni kell velük, és hát a választ nyilván itt nem árulhatom el, de annyit azért elmondanék, hogy a nővérem nagyobb szobával lakott, mint én. De jó, hogy ezt most nem hallja. Az iskolai tanulmányom során kaptam egy ösztöndíjat Ausztriába, egy fél éves ösztöndíjat, és édesanyám és nővérem segített engem kiköltöztetni. Ez még az az időszak volt, pillanat orrfújás következik. Vagy mindenki elfordul, vagy én. Szóval kaptam egy ösztöndíjat Ausztriába, és az az időszak volt, amikor még az üdülési csekk az ugye beutaló néven futott, és megvolt a határ. Én mindig rettegtem a határnál, nem tudom miért, nem követtem el semmit, de gyomorgörcsön volt. Oda lépett hozzánk a pasi, krüszkott, paszportkontroller, remegő kezekkel kiadtuk a 3 darab útlevelet, majd benézett a kocsiba, alkohol, cigaretten, nővérem föl, nein, danke. Hogy miért lettem én stand-upos, hogy miért kezdtem ezt kipróbálni, mert eredetileg angol-német szakos bölcsész vagyok. Hát az oka a szüleimbe keresendő, ugye a elrontott gyerekkor. Hát apukám sebész, anyukám patológus, hidegsebész, így lettem én stand-upos. Hát ezt másképp nem lehetett túlélni, csak sok röhögéssel. Most a szüleim mindig megpróbáltak létrehozni egy közös vállalkozást, de semmi esély nem volt, mert apukám így egyik oldalon sikeresen életbe tartotta a beteget, anyukám meg így remegve várt, hogy roncson már el valamit. Hát nálunk sajnos ugye a halottak napja az ilyen munkaünnepe volt. Kijelentünk a tehetőbe, kinyitottuk az ajtót, véglátogattuk az összes beteget, és este mi zártuk be az ajtót. Apukám még néha föl is kiáltott, hogy tök olyan, mintha a Facebookon lennék. Csak olyan fura, hogy senki nem bök vissza. És hát milyen is volt egy gyerekkor egy ilyen szülő kombinációval. Soha nem értettük a testvéremmel, hogy anyukám miért mindig fekve fürdött minket a fürdőszobában. És akkor így megmertünk mozdulni, akkor így összerezett és hátraugrott. Aztán persze bevitt minket az ágyba, betakart minket, felolvasta a mesét. Így van. Jaj, milyen intelligens, jó az asszociációs készség az úriember, nekem mutatja jó alaposan a fejünket is. Esetleg ön is patológus vagy valami.
Majdnem eltaláltam. Ez mi? Ja, urológus. Egy horgász. Jó, meg. Rendben. Szóval a fejünket is. És a lábfejünket, azt soha nem értettük, hogy miért hagyta szabadon. És másnap reggel megértettük, mert nem a hűtőre rakta a bevásárolt Cezli, hanem odakasztott a lábunkra, hogy mit kell aznap elvégezni. Hát szerintem mi voltunk az egyetlen család, a mai napig cipzál van a szemetes zsákon. És anyukámnak karácsonyi pulykához 2 darab receptje volt, egy hagyományos, hogy hogyan kell sózni, borsozni, fűszerezni, a másikat pedig ő vezette, mert így szólott, 2 éves nőstény pulyka. Halálba állt a 2 héttel ezelőtt. Tüdőlevenyet még tiszták levesbe, még pont jó lesz. Halálok a nyakatekel gyilkosság. És férjemről pedig még annyit, hogy annyira jó, mert rengeteg stand-up anyagot tud nekem szolgáltatni. Tehát itt soha nem gondoltam, hogy így másnak a hülyeségéből esetleg majd meg lehet élni hosszú távon. De így barátnőmmel sokszor azon szoktunk versenyezni egyébként, hogy melyikünk féle követel a nagyobb ökörséget. És mindig azt mondja, hogy fölhív, hogy hidd el, Adrikám, az én férjem az a legnagyobb, hát a lúzeres csúnya szó legnagyobb ökör, mert kilép az utcára és rögtön a fejére esik 2 darab tégla. Mondom, az én szorimat biztos, hogy nem fogod tudni überelni. Mi voltunk idén Romániában snowboardozni, egy snowboard túrán, és hát Gábornak sikerült lepisilni egy kölyök medvét. Sokszor meg szokták kérni, mennyi sztori igaz a stand-uposoknál, ez az a baj, hogy 100%. Ott azért nem tűnt olyan viccesnek, de egy utólag már igen. Tehát ugye ez április volt, és hát pisilni kellett ugye a sípályán, és hát elment egy málnabokorra esett a választás. A nap első sugaraira kijött valaki a málnabokorból. Ugye ez egy kölyök medve volt, és elkezdett pisilni, és így megrezzent a bokor, de nem madárka szállott rája. Szétnyílott a bokor, és ott volt túladan egy kölyök maci. És mindketten halálosan sokkot kapta, a maci még a büdös érben nem látott borotvált medvét. Férjem fején pedig ebben a pillanatban átfutott az a székely bölcsmondás, miszerint a medve nem játék. És hát egyetlen menekülési útvonal volt a sípálya alja, ugye a vizuális típusok már tudják, hogy mi fog következni. Most nem ez, hanem ez. Tehát gyakorlatilag nem volt idő elrakni a szerszámot, mert ugye az emberek be van tolva és ment le, így jobbra-balra. Mellette a kölyök maci a 360-akkal gurult, mutatnám még egyszer, hogy megy a maci le, mellette így a férjem. És aztán következett egy Y-elágazás, ez feloldotta a problémát. A maci elment jobbra, férjem pedig ment le riogatni a gyereksípájára a gyerekeket. És lenézett a navrágére, és akkor érzett ők, hogy miért sikít ez a 200 gyerek, mert így sikerült így fél viharmegyét így fölpisélni a nadrágjára. És hát végül pedig egy házi stand-up-pal búcsúznék, amelyet gyerekem mondott szintén. Kint volt nálunk a védőnő, 3 éves státuszvizsgálatot végezni, és a végén mondtam a gyereknek, hogy hát köszönj szépen, mert ennek van állt a nénének. Mit köszönjek, nem hozott semmit. Én viszont megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és köszönöm szépen Grábik Attila úrnak is, hogy megszervezte ezt a lehetőséget, és kívánok mindenkinek további jó szórakozást itt a Herendi Múzeumok éjszakán, és kellemes időtöltést és pihenést. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.